most átadásra kerül közel 4 milliárd forint uniós támogatásra megvalósuló dugótéri komplex felújítás alapvető fontosságú és meghatározó az önök városában az érsegi székhely mindennapjában és a történetében. Jó és egy nagyszerű példája ez az országépítő munkának. A mai nap alapig lezárt a 25 elemből álló belvárosi rehabilitációs program, melyhez közel 4 milliárd forint értékű uniós támogatást nyert el a város. A fejlesztés magában foglalja a szenátorház, a minőtetett templom homozatának felújítását, a kisdobótér, a dobótér, valamint a további terek és térsor teljes megújulását. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nyugodtan mondhatjuk, hogy Eger városa megújult, és most is példát mutat, mint eddig már oly sokszor. Rendkívül építészeti értékek találhatók itt, és úgy hiszem, hogy aki látta a folyamatot, ahogyan például a Mindenit a templom homlokzott a megújult, amikor leemelték azt a 400 kilós angyalkát az épület homlokzatáról, és átkezett, hogy milyen állapotban van, az tudhatja, hogy itt bizony halaszthatatlan és nagy jelentőségű műemlék rehabilitáció zajlott ebben a városban több területen. De ugyanígy említhetem a Balizs utános fürdőt is, amelyet több mint 50 esztendővel ezelőtt tártak fel, és nekünk adatott meg az a lehetőség, hogy ezeket a falakat konzerváljuk, óvjuk meg az időjárás viszontagságaitól, és hogy bemutathatunk a területet. Ugyanilyen fontosnak gondolom a közösségi tereket. Mára sok-sok vita mellett beigazolódott, hogy az egriek szeretik, még jobban szeretik ezt a térséget, gyönyörű közterületeivel, igazi találkozó helyén emelkedtek ezek a területek, és ha nem autóparkolóként használunk egy-egy belvárosi területet, talán többet.